sikerült meglepni a lista vezető Vácót, hiszen az első félidőben 17 percig ti vezettetek, majd a félidő végére igaz a Vác átvette a vezetést, de sikerült pariban maradni. Hogy készültetek erre a mérkőzésre, hogy sikerült így játszani? Hát videóval igazából nem készültünk, mert a Vácnak tudjuk, hogy milyen céljai vannak. Nekik a feljutás a célunk, nekünk meg egészen más céljaink vannak. Szerintem azért sikerült őket meglepni, mert enerváltan kezdték a mérkőzés, szerintem egy kicsit le is becsültek minket, de aztán belendültek a játékba, és igazából a védekezésbeli hiányosságaink miatt alakult ki ez a különbség. Védekezés nem nagyon ment az egész mérkőzés során, nem sikerült úgy összeállni, ahogy kellett volna, sokszor nagyon könnyedén mentek be, és kaptatok könnyű gólokat. Mi volt a baj? Nem keményedtünk fel a védekezésbe, többek között én se. A középső hármasok nem feltöltek eleget, és igazából az átlövésekből is a átlövő, illetve az irányító és a beálló kapcsolatával kaptuk a góljaink nagy részét. Úgy láttam, hogy amióta vecsésben vagy, azóta most ment talán a legjobban a mérkőzés. Az első félidőben szinte hibátlanul jöttek az átlövések és a gólok. A második félidőben egy kicsit visszaesett a teljesítményed. Mi volt ott a baj? Köszönöm szépen a dicséretet. Örülök, hogy támadásban most sikerült hozzátennem, de igazad van, a védekezés az kicsit most gyengében sikerült. Nem sikerült annyit faltolni középen. És a beállók mögöttünk rohangáltak, és ebből a bejátszásokból nagyon sok gólt kaptunk. Második félre szerintem a Patrikkal elfáradtunk, és igazából ezért esett vissza a teljesítményünk szerintem. A Józs is azt mondta, hogy nem vagy még hozzászokva ez, hogy 50-60 percet keresztül bent vagy a pályán. Hogy gondolod, hogy lehetne ezt kiküszöbölni azon kívül, hogy van egy cseré a posztodra? Minél több játékkal, úgy érzem, hogy a vecsésben itt jó helyen vagyok. A céljaim megvalósítására ugye az NB1 felnőttben kevés lehetőséget kapok, és igazából ezt a lehetőséget kéne kihasználnom, mint a vecsésben szerzett tapasztalatokkal, és minél több szerephez jutni az NB1-es csapatban. Úgy gondolod, hogy itt ki tudsz teljesülni? Tehát itt ki tudod adni magadból azt, amit az NB1-es csapatodnál nem tudsz kiadni magadból? Ez érdekes kérdés, mert szerintem teljesen más az NB1-B és az NB1 felnőttnek a ritmusa, hiszen sokkal nagyobb termetű és sokkal erősebb játékosok vannak az NB1 felnőttben, de igazából jó próbát ételeznünk a Patrikkal. Köszönöm szépen, és gratulálok a jó teljesítményhez.